Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. A mai videóban ezzel a dobozzal fogunk megismerkedni, nézzük meg közelebbről. Pontsó fórumtárs jó voltából jutott el hozzám ez a Typhoon kazán, vagy ami annak látszik, nézzük meg közelebbről, hogy mit tartalmaz a doboz. Itt láthatjuk Made in Germany felirat. És ilyen nincs az eredetiben. Sőt, ilyen zacskó sem, ezt tegyük is arrébb. Ez bizony nem más, mint egy Typhoon GT klón. Nézzük meg, hasonlítsuk össze az eredetivel. Ehhez alapul az enyémet veszem. A jobb megkülönböztethetőség érdekében ebben van egy sötét likvid, ez az eredeti, a baloldali pedig a klón, vagy inkább hamisítvány. Kívülről, ha megnézzük, haladjunk föntről lefelé, senkit ne tévesszem meg, hogy az enyémen nincs itt a Typhoon felirat, ez még egy régebbi széria. A megmunkálása kívülről a megszólalásig hasonlít az eredetire. Levegőző cső, egy picit nagyobb a levegőző furat, mint a gyári. Illetve, hogyha alul megnézzük, ugyanúgy lehet állítani a középrészt. Tehát kívülről semmi különbséget nem tudunk észrevenni. Esetleg annyit, megpróbálok rázoomolni, hogy a még egy picit, igen. Tehát az eredetinél itt egy, na, hogy lesz meg, egy pillanat. Igen, ott van egy TM logó látható, mint trademark. Ennél a hamisítványnál pedig itt megpróbáljuk befogni egy R betű. Szétszedjük és megnézzük, hogy belülről mit lehet felsorolni különbségként. Ahogy. Drip. Kicsit nehezebb letekerni. Ezen a részen semmi különbséget nem vélek felfedezni. Egy picit, mintha vastagabb lenne a tömítő ógyűrű. A palást az ugyanúgy két részből van összerakva. Ezen sincs nagy variálás. Ezt a kettőt össze is tekerhetjük. Úgy. Drip egy picit könnyebben jár, mint a gyáriban. Nézzük akkor a kazánt magát. Amit már mondtam az elején is, láthatjuk itt a Typhoon GT feliratot, és ott a kis R betűt, amivel különbözik az eredetitől, illetve itt a másik oldalon a sorszámozást. Annyit észrevehetünk, hogy ez nagyon könnyen forog, ebből még lesznek gondok. Ha levesszük a kazánpalástot, akkor láthatjuk, hogy ennek a belseje bizony nem SS, hanem krómozott. Egyébként belülről kopra ugyanúgy néz ki, mint az eredeti verzió. Annyi különbséget véltem felfedezni, hogy bár itt jól látszik, hogy ugyanúgy ott van a belsejében az a horony,
ettől függetlenül összeszereléskor, illetve szereléskor, hogyha a lenti holdpontról próbáljuk visszahúzni, akkor igen könnyű az eredetivel ellentétben széthúzni. Nagyon hamar átbillen azon a pici holdponton, úgyhogy ez is látszik is, hogy így tudjuk tekerni. Tehát azért erre figyelni kell. Én most ezzel összetekerem. Úgy. Feltöltöm a tankot. Nem teljesen. És akkor fejre állítva, mint az eredetinél, szépen összetekerjük. Érdemes megnézni, hogy amikor összetekerjük, a felirat szépen körbefordul, tehát az a palást az iszonyat lazán áll. Én azt mondom, hogy alá az ógyűrűt vagy ki kell cserélni, vagy egy kis teflonszalagot alá tekerni, és ez orvosolhatja a problémánkat. Nézzük meg akkor, hogy milyen élesben. Most, hogy megnéztük közelről a Typhoon GT klónt, és összeszereltük, és megnézzük, hogy hogy muzsikál a eredetihez képest. Nézzük meg, hogy nehogy az legyen, hogy a kettő különbözik. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Mind a kettő 1,8 ohm. Mikrokoil tekerés, és wattával van áthúzva, nincs kivezetve a két vájaton. Nézzük meg először az eredetit, hogy mit produkál, és akkor ehhez képest tudunk hasonlítani. Jó a füstje. Na nézzük akkor a klónt. A Bubi már el is indult benne. Nem vélek nagy különbséget felfedezni bennük. Sőt, az a szomorú helyzet, hogy leginkább semennyire. Nézzük a kettőt összehasonlítva egymással. Semmi különbséget nem vélek felfedezni, talán csak ez a levegőző furat, de ez is csak a én hülyeségem lehet, megnézem, hogy picit talán, mintha könnyebb lenne a klónt szívni. Még mielőtt rátérnék a pro és kontra érvekre, azt mindenképp szeretném elmondani, hogy mi a véleményem nekem ezekről a klónokról. Kínai tömegtermeléssel nekem semmi gondom. Addig, amíg tudom, hogy az egy
klón és bevallottan az. Ami viszont ennél a készüléknél látszik, az nekem nem tetszik. Nem tetszik, hogy rajta van a Typhoon GT logó. Nem tetszik, hogy sorszámozva van. Nem tetszik, hogy a drippen rajta van a Typhoon felirat. Ez mind-mind azt sugallja, hogy egy eredeti termékkel van dolgunk, és aki nem ért hozzá, az jó eséllyel beleszaladhat egy olyan vételbe, ami semmiképp nem lesz előnyös neki. Gondolok itt arra, hogy megveszi 20-25-30 ezer forintért használtam, mert azt hiszi, hogy egy eredetit vett, és mégsem az. Egyébként a kidolgozásával nekem túl nagy problémám nincs, attól a könnyen járó palástól eltekintve, úgyhogy a filozofálgatós részét azt én itt le is zárnám. Szerintem morálisan ingoványos, de mindenki dönts el, hogy neki mi a preferencia, egy eredeti készülék, ellenőrzött minőséggel, vagy egy ilyen másolat, amiről senki nem tudja, hogy éppen milyen széria fog befutni, és az hogy fog nála működni, mókolással vagy mókolás nélkül. Egyébként azt mondom, hogy ugyanazt az érzetet hozza, mint a gyári füstmennyiségre, ugyanazzal a tekeréssel a TH is megszólalásig hasonlít, tehát én nagy problémát nem tapasztaltam vele, és hogy ajánlom-e vagy nem ajánlom, na hát ez egy nehéz kérdés, maradjunk annyiban, hogy aki nem engedheti meg magának az eredetit, mert nincsen rá 4-5 darab 10 000-re se mondjuk, akkor ez lehet alternatíva, de én azt mondom, hogy inkább gyűjtsetek és legyen egy eredeti. És azt sem mondom, hogy ez nálam milyen kategória tetszett vagy nem tetszett pont ezért. Mindenkinek a pénztárcája fogja eldönteni, hogy rendele egy ilyet, vár-e rá heteket, hónapokat, és mondjuk esetleg egy olyan szériát fog ki, ami nem olyan, mint ez, és tökéletesen működik, hanem egyéb nyűgjei vannak. Amit én egyébként személy szerint észrevettem ennél a másolatnál, hogy a középérintkező alatti tömítőgyűrű, az nem tudom, hogy van megoldva, vagy csak ennél a készüléknél, vagy csak nálam fordult elő, de hogyha a középérintkezőt próbáltam beértekerni, akkor volt egy olyan pont, ahol azt mondta az alsó tömítőgyűrű, hogy már pedig én egyszerűen leugrok, és lerúgta magát a csavarról, úgyhogy ez volt a negatívum, illetve maga a palást, ahogy rátekerés közben elfordult. Ennyi lett volna ennek a másolatnak, klónnak az ismertetője. Remélem tudtam segíteni a döntésben. Sziasztok!